Az elmúlt években elég sok krízis helyzetet kaptunk sertéságazati fronton, orosz embargó, vagy éppen az afrikai sertéspest is. Hogy ebből a nehéz piaci helyzetből hogyan lehet előre menni? Egyik oldalon azt gondoljuk, hogy a belföldi piac, a belföldi fogyasztók számára a magyar sertéshús fogyasztásának ösztönzése egy alapvető fontosságú dolog egyik oldalon. Másik oldalon pedig hát látjuk és tapasztaljuk, hogy európai összevetésben, ha őszintén magunkban nézünk, nagyon sok olyan technológiai visszamaradottságunk vagy elmaradásunk van, amelyet be kell pótolni annak érdekében, hogy ezen a nagyon éles, nagyon nehéz európai versenyben a termelők, vagy éppen a húsipar szereplői talpon tudjanak maradni. Tehát technológiai fejlesztés és a professzionális technológia működtetéséhez pedig professzionális munkaerőre lenne szükség. Ezekre kell fókuszálni a kormányzatnak is, az ágazatnak is annak érdekében, hogy egy biztonsággal kiszámítható sertéságazati jövőképről tudjunk beszélni.